Galambanát vagyok, a gyakorló iskola tanára. Jövőre elsős tanító leszek, és nagy-nagy örömmel várom az új kis diákjaimat. Persze ez mindig egy kicsikét nehéz is nekünk, hiszen el kell válnunk egy olyan osztálytól, aki a szívünkhöz nőtt, de ugyanakkor van bennünk egy hatalmas nagy várakozás az újabb kis diákok felé. Tanító művelődés szervező filmterjesztő szakon végeztem, és ez azért is nagyon fontos, mert a pályám során előszeretettel használom az ott elsajátított dolgokat. Erről majd később beszélek is. Mégis, hogyha a személyiségemet szeretném leírni pár szóban, akkor azt mondanám, hogy amit igazán fontosnak tartok, az a feltétel nélküli szeretet és elfogadás a gyerekek felé. Azt hiszem, hogy talán erre van a legnagyobb szüksége a mai kisdiákoknak. Főleg azok után, az évek után, amelyeken keresztül mentünk ebben a kis országban, vagy akár az egész nagyvilágban. Emlékeztek arra, amikor Anett néni reggel korán keltett és hallgattuk a szávasok gyűjtését? Ja, igen, az jó volt. Mit tartok fontosnak egy órában? Fontos számomra az, hogy a gyerek jól érezze magát. Egy megfelelő, nyugodt környezetben tanulhasson, és sokat játszon, sokat tevékenykedhessen. Ezért is nagyon fontos, hogy kicsit alternatív módon dolgozzam fel az óráimat. Így előfordul, hogy egy kötelező olvasmányt filmek rendezésével, filmforgatással dolgozunk föl, vagy labbukokat készítünk, képregényeket, esetleg eljátszunk egy-egy jelenetet. Minél inkább arra törekszem, hogy a gyerekek szeressék meg a magyar irodalmat. Nagyon fontos számomra az, hogy a gyerekek érezzék azt, hogy mihez van tehetségük, hogy meglássam a mindenkiben a benne rejlő kis erősségeket, és ezt kiemeljem. És mindig elmondom a kis diákjaimnak, hogy egyáltalán nem baj, ha hibázunk, mert mindig a hibáinkból tanulunk, és sokszor vicces történetek is előfordulnak velünk. Ilyen az, hogy az én osztályomban járó kisgyerekek a fecskevonalat nem fecskevonalnak, hanem kecskevonalnak hívják, mert egyszer elszóltam magam, és így tanultok meg másfajta módon. De ez egyáltalán nem baj. Talán lehet, hogy sokkal jobban bele is ívódott a kisgyerekeimbe ez a módszer. Anett néni nagyon kedves tanár, és nem szigorú, és mindig megért minket. Ti miért választottátok Anett nénit? Hát igazából nem választottuk, csak hát ugye egy kis osztály kellett választani, mi bések lettünk, és megkaptuk ezt a jó és kedves tanárt, Anett néni. Én azért választottam, mert kreatív, kedves, szórakoztató, vicces, és ennyi. Hát én legfőképpen azért, mert rögtön, mikor megláttam, olyan nagyon kedves volt, és segítőkész volt. Igen. Igen, és már jó is volt nézni, és belegondolni, hogy milyen jók lesznek az órák. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekek ne csak az iskola keretein belül tanuljanak, hanem nyitottak legyenek a világra, és minél több dolgot lássanak meg a környező világból. Ezért erdei iskolába megyünk, a szarvaspőkést hallgatunk, vagy sokat kirándulunk, számháborozunk, de elmegyünk a várba egy-egy kézműves foglalkozásra, vagy moziba, színházba, vagy csak kint az udvaron tartjuk az órákat, azért, hogy a gyerekek egy kicsikét kimozduljanak a tantermi kötöttségekből, ebből a világból, ahol a négy fal között kellene érnünk az óráink alatt. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, egy közösségben legyenek, ezért nagyon sokat szoktunk beszélgetni beszélgető körökben, olyan játékokat játszunk, ahol oldani tudjuk a feszültségeket, vagy elbeszélhetik, elmondhatják azokat a dolgaikat, ami foglalkoztatja őket. Nagyon szeretem, ha a tanítványaimnak véleménye van, és elmerik azt mondani. Fontos számomra az, hogy a kisgyerekek megtanuljanak érvelni, gondolkodni. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része talán a pályánknak, hogy a gyerekeket megtanuljuk, megtanítsuk az önálló gondolkodásra, arra, hogy kimerjenek állni önmagukért. Emlékszel, amikor kint voltunk ugye szarvasbőg is hallgatni az erdei tápot. Igen, az nagyon jó. És akkor olyan, mint a fúdok lettek volna. Pályám során sok korosztályt tanítottam, az általános iskola alsó tagozatától egészen a középiskolásokig.
Mégis azt hiszem, a legkisebbeket szeretem tanítani a legjobban. Azért, mert velük nagyon sokat lehet játszani, nyitottak a világra, és elindíthatok egy olyan folyamatot a gyerekekben, ami kihat a későbbiekben az egész életükre. Fontos az, hogy megszerettessük a gyerekekkel a tanulást, és éppen ezért a tanulást úgy kell, hogy a gyerekek érezzék, hogy ez egy játék. Egy játékos folyamat, aminek a következtében egy csomó mindent elsajátítanak, aminek később hasznát vehetik a tanulmányaik során, a munkájuk során. Megpróbálom őket minél tágabb területen megismertetni az élővilággal, a művészetekkel. Szeretem azokat az órákat, ahol minél többféle dolgot dolgozunk fel, különbözőféle módszerekkel. Illetve szeretem természetesen azokat a dolgokat is, amikor az informatika eszközeit használjuk fel az óráikon. Első osztályba, még amikor tényleg még ide jöttünk ebbe a osztályba, akkor annyit mondja, hogy fogadott minket. Igen, nagyon kedves volt a lehetőség. És most is nagyon kedves, és igen. Továbbra is így mellett, és egyáltalán nem szigorú. Nagyon sok órát végig játsszuk, szinte. Igen. És nem könnyen tudunk anyátnénye beltanulni és dolgozni. Munkám során nagy figyelmet fordítok a szakemberekkel való kapcsolattartásra, azoknak a gyerekeknek az érdekében, akinek tanulási nehézségeik vannak, vagy akár beilleszkedési nehézségeik. Mégis a legfontosabbnak azt tartom, hogy a szülőkkel kialakuljon egy bizalmi kapcsolat, és folyamatosan mindig erre törekszem. Nem csak azon módon, hogy a fogadó órákon találkozunk, hanem hogy folyamatosan lehet számítani a jelenlétemre, és meg tudjuk beszélni egymással a problémáinkat, vagy akár a jó dolgokat is. Éppen ezért gyakran szervezünk családi napokat is, ahol a szülők, a gyerekek és a tanítóik is együtt lehetnek, és együtt érezhetjük jól magunkat. Azt hiszem, a gyerekek számára a legfontosabb, hogy egy olyan légkörben nőjenek föl, ahol mind a szüleik, mind ők, mind a tanáraik elégedettek, és egy nyugodt légkör alakulhat ki. Szeretettel várom a jövendő elsőseimet.